Kös, hogy jobban légy néven indított új fakultatív programot az Országos Onkológiai Intézet a betegei számára. Az ötlet Olaszországból származik, de a terápiás hatásait már hazánkban is megerősítették a szakemberek és a betegek is. Még a percek is óráknak tűnhetnek egy egészségügyi intézményben. Erre próbál most megoldást nyújtani a horgolással az Országos Onkológiai Intézet a páciensei számára. Tehát ráhajtás, igen. Ide bemegyek középre. Ide. Fölülről. A Jó Alapítványnál a célunk az, hogy a terápiás kötést azt népszerűsítsük egész Európába. Ez Olaszországból indult ki. Alapítónk dr. Alberto Costa mellráksebész volt, aki észrevette, hogy a betegei, akik kötnek, horgolnak, kézimunkáznak, sokkal jobban viselik a betegséggel járó megterhelést, sokkal jobban tudják a gyógyulási terveket végighallgatni, közreműködőbbek, jobban viselik az egész terhet, ami ezzel a betegséggel jár. Zeke Niki az utóbbi időben kénytelen az onkológiai intézetben több időt tölteni, mint amennyit szeretne. Most először vett részt a fakultatív programon, de már az első alkalommal is megtapasztalhatta a kötés jótékony hatásait. Jelen állapotban mondjuk speciál nekem nagyon sokat segített most így, hogy ez például ez a fél óra, egy óra, amíg ezzel szöszöltem, nem gondoltam a bajaimra. A elkövetkezendő napokra, a hetekre, ami rám vár. Szerintem ez egy nagyon jó ötlet, hogy így, hogy amíg az ember itt van, hogy nem magára figyeljen, hogy a betegségére, hanem másra, szóval, hogy tökre támogatom. Jelenleg havi egyszer tart foglalkozás Dóra az intézményben, de aki már jártas a horgolásban, az nélküle is neki kezdhet, amíg várakozik. Nagyon lelkesek, hazaviszik a csomagot sokan, visszahozzák utána, hozzátartozók is nagyon lelkesek, őket is egy kicsit motiválja, hogy valami másról is lehet beszélgetni. Összekapcsolja szerintem az ápolónőket és a betegeket is, hogy van egy téma, egy közös terület, amiről lehet beszélni, és ez nem csak a betegség, hanem akár a fonal, hogy megy, hányat kötött, mikor hozza vissza, milyen színűt szeretne, milyen színű fonalat szeretne. Szóval egy jó kis társasági kapcsolódási lehetőséget is biztosít. A nevetés és a jókedv sem elhanyagolható, de a legfontosabb, hogy a paciensek ki tudják kapcsolni az agyukat, és addig sem a problémájukkal foglalkoznak. Ráadásul akár még új barátokra is lehetnek. Betegeink körében nagyon elterjedt. Most már nem csak olvasnivalóval, illetve a rejtvények készülnek, hanem most már ugye elindult köztük a szájról szájra való hírterjedése, hogy van ilyen lehetőség, hogy horgolhatnak. Nagyon tetszik nekik ez, hogy egyáltalán ők készíthetnek valamit, aminek még ugye van egy produktuma is, ami még tovább viszi az ő kézi munkájukat. A hátterében az lehet, hogy a kötés ugye azzal, hogy egy ritmikus mozgás, kiszámítható mozgás, tudja az ember, hogy mi fog történni, ismétlődik ugyanaz a mozdulat, ezért az agyat megnyugtatja, mert nem kell azon izgulni, hogy mi fog történni, hanem tudja, és ebbe bele lehet lazulni, ez oldja a stresszt, oldja a feszültséget, ezáltal könnyebb a betegeknek. Ezen kívül még a koncentrációt is segíti, mert ugye oda kell koncentrálni, tehát ha valaki egy jobb kötő horgoló, akkor ugye a mintára kell figyelnie, tehát nem tud másra figyelni. Ha valaki meg nagyon kezdő, akkor már az első lépések lekötik a figyelmét, megszűnik a külvilág, megszűnik a belső monológ, csak a kötés horgolásra tud figyelni. Úgyhogy így például a fájdalmat se érzi annyira, aki köt horgol akár, mert annyira oda koncentrál, hogy nincs ideje a fájdalmat is érzékelni, vagy kevésbé érzékeli. Fontos kiemelni, hogy maga a foglalkozás jótékony célokat szolgál, horgolt hatszögekből és négyszögekből takaró lesz, amik végül a máltai szeretett szolgálaton keresztül átmeneti szálláson élő családokhoz kerülnek.